Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV, avagy a Viva Natura televízió kedves nézőit. Más hang szeretett társalgásban egy régi kedves barátom, ismerősöm, dr. Gellér Julianna, kedves vendégünk ma. Szerbusz! Hát szerbusz, és nagyon örülök, hogy személyesen itt lehetek. Igen, az más volt azért az a digitális távolságtartás, hogy igazából ugye olyasmi címet találtam az előbb ki, hogy kapaszkodás az aranykorba, de igazából egy olyasmi gondolat jár a fejemben, hogy ezt a mostani világot egyre nehezebben emészszük meg, ami ugye emésztési problémákat fog okozni, hogy látod, ez egy mindig, Jakab mindig sokat kérdez egyszerre, amiről ma szeretnék veled beszélni, az, hogy a másképp gondolkodó orvosok itt és most hogy tudják a saját kollégáikat valamilyen módon felébreszteni arra, hogy gyerekek, hát nem egészen úgy van az a világ, amiről ti álmodtak itt, amit veletek megetettek, mert valami másról van szó. Láttam egy nagyon felelősségteljes filmet, amit többek között veled is csináltak, az orvosok a másik gondolkodással kapcsolatosan, és ez az aranykori őrület, ugye, mert nem tudok más szót, nem is jó az az őrület szóra, és elnézést kérek mindenkitől, hogy mindenki azt mondja, hogy ennek már vége kell lenni, mert látjuk, hogy agonizál egy korszak vége. Tehát, hogy ez nem egy egészséges támadás, hogyha most háború nyelvén néznünk, ez egy beteg sereg, aki itt utolsó agonizációjával kaszabolja szét a világot, és most nem járványról beszélünk, nem dolgokról. Az emberiség nagy részének fel kéne ébrednie, mert nem tudatos emberek nagy tömeg, ez a 7,5 milliárd, lassan 8 milliárd ember. És ugyanakkor van egy ébredt, nem kis csoport ma már a világban, aki látja, hogy mi újság van, aki meg nem is tudja, hogy mi újság van, de mégse tudja megemészteni a dolgokat, azok viszont egyszerűen emészhetetlenségi problémákkal küzdenek, és akkor majd itt beszélünk betegségekről is, ami ezzel kapcsolatosan összefügg. Na most egy nagyon kusza kesze kérdés volt. Hát akkor én most a kollégákra térnék. Jó, rendben, velük kezdjük. Tehát ugye van egy nagyon kényelmi helyzet az akadémikus orvoslásban, ezek a protokollok. Tudnélik, a protokoll az arról szól, hogy van egy elváltozás, van annak egy kommunikációja, van annak egy terápiája, és ha a beteg nincs jobban, hát akkor nincs jobban. Tehát, hogy gyakorlatilag az akadémikus orvoslás pillanatnyilag azt ismeri, hogy vagy nyomjunk el egy tünetet, vagy vágjunk ki valamit. De hát ugye mi azért jól meg vagyunk alkotva, és bizonyos részeket, ha egymás után kivágnak, akkor ez az élettel már nem összeegyeztethető, még akkor sem, ha vegyi anyagokkal próbálják fönntartani. Ugye most, ami nagyon dolgozik, talán az utóbbi, ugye most már legalább másfél év ez az egész agyrém, hiszen 2020 márciusában indult. Ez a ne menjünk ki, ne találkozzunk, ne öleljük meg egymást, ne érjen hozzá az orvos a beteghez, lehetőleg ne is lássa az orvost, hanem a szkafanderbe legyen, de egyébként a körzeti orvos az ajtóba állítja a beteget, és fotózza le a gyerek torkát, azt küldje el. Szóval én ezt nem ismertem. Én ezt régen se ismertem. Én annak idején a 80-as években, az igaz, hogy a média nem tudott ennyi mindent nyomni, az olyan élethelyzet volt, hogy elmentünk Afrikába dolgozni, én pont várandós lettem, és egy eszembe nem jutott, hogy ne menjek. A kollégáim akkor is azt mondták, hogy nem kéne. Hát te tudod, hogy hova mész? Teljesen mindegy. Én azt ígértem meg a férjemnek, hogyha megkapja a papírját, akkor vele megyek. És ennyi. És egyébként én nem is voltam annyira kalandor, mint amennyire azért ez egy nagy kaland lett. Hát, hogy ott kosz volt, kosz volt. Ha elzárták a vizet, igen, elzárták a vizet, és akkor megkérdeztem, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Tehát mindig az élethelyzethez alkalmazkodtunk. Azt viszont láttam, hogy sokkal kreatívabb volt a lehetőségem, még a patikába is, mert hogy nagyon sok táplálékkiegészítő, vagy valami ilyen vitaminszerű dolog volt, amivel én itt Magyarországon akkor még nem találkoztam, és ha véletlenül kellett valamilyen antibiotikum, akkor ugye egy ottani gyerek, szerintem, ha már ránézett, meggyógyult tőle, mert annyira nem volt még tönkretéve.
Azon kívül, hogy nagyon sokszor elég volt beszélgetni ott az emberekkel. Fogalmam sincs, hogy ezekkel a szegény fájdalmas nőkkel, hogy tudtam én úgy beszélgetni, hogy egy kicsit a lelküket simítsam. Na most pillanatnyilag itt is egy ilyen beborult helyzetbe kerültünk Európába, azzal a különbséggel, hogy itt a média. És a média nap mint nap riogatta az embereket, és mindig azt mondtam, hogy mi lenne, ha azt mondanák, hogy ez a hétfői vitamincsomag. És akkor mondjuk valamelyik cégnek a jó kis vitaminját ajánlják. Kedden egy másikénak, tehát hogy ha én az egyik ízt jobban szeretem, a másik ízt szereti, na de hát az nagy baj lenne, mert akkor egészséges emberek lennének a társadalomban, és nem félnének. Ehelyett miről szólt a dolog? Hány megbetegedés volt, hányan haltak meg, hányan vannak lélegeztetőgépen, nem is volt annyi lélegeztetőgépre való személyzet. És hát ugye a kollégák is bizony abba a félelmi helyzetbe dolgoztak, hogy egyáltalán csak azt lehetett csinálni, amit nekik megengedtek. Tehát én ott nem találhattam volna ki, hogy én tudom, hogy kell megoldani ezt a problémát, mert akkor akár feljelentik az orvosi kamaránál, visszavehetik tőle az engedélyét. Tehát nem lehet szabadon csinálni. Aki azt mondta, hogy én nem vagyok hajlandó arra, hogy az ajtóból vizsgáljam a beteget, azt ugyanúgy megbüntették, hogy mégis hogy képzeli, hogy ő hajlandó hozzányúlni valakihez. Pedig én emlékszem, annak idején a Papp Lajos professzor úr is azt mondta, hogy nem csak attól gyógyultak meg a betegei, hogy jól megoperálta, hanem attól, hogy odaült az ágyukhoz, és megfogta a kezüket. Mert az egy teljesen más energia volt. És most ebben a körülbelül másfél évben ez a ne menj el, ne látogass meg a nagymamát, ne öleld meg a nagymamát, nem lehet az öregek otthonába bemenni látogatni. Ez a szegény öregeknek olyan elszakadási konfliktusuk volt, hogy egyszerűen a túlélésre hajtott már, aki bírta. Tehát, hogy nagyon kegyetlen világot éltünk. És még most is van, aki megkérdezi, hogy szabad téged megölelni? Hát hogy ne lenne szabad, hiszen az energiáink cserélődnek. Én igazából arra gondoltam, hogy azért lehetett látni, hogy voltak olyan protokollok, ami alapján meg lehetett a betegeket gyógyítani, de ha gyógyulnak a betegek, akkor nem kell őket oltani, tehát akkor anakronizmusok vannak itt, és a Big Pharma, ami egyébként Amerikában meg kezd összeomlani, mert rokonaim élnek, hogy stb. Nap mint nap hallom, hogy azokban az államokban, például Floridában az elnök bocsánatot kér az emberekért, az oltásért, a maszkért, ami a Fauci leírja, megbukik utána vele, hogy a maszk igazából nem vért semmitől, stb. Hogy az orvosoknak hol van az inger küszöb, amikor azt mondják, hogy igen, én betartom ezeket az eljárásokat, mert hogy az anyagi érdekem a mindenféle dolog, mert hogy egyik se virológus, illetve nagyon kevés virológus van. Ma se tudjuk igazából, hogy mi volt ez az egész, és mégis a Samuels Ingráctól beszéltünk, akit a saját orvostársai agyonvertek, illetve vérmérgezésben halt meg szegény a végén, hogy itt ma az orvosok hogy fogadják azokat az orvosokat, akik viszont felelősségszerűen tisztán látva, a dolgokra ránézve, azt mondják, hogy gyerekek, gondoljuk már végig ezt az egészet, és kollektívan álljunk föl. Németországban rengeteg orvos ezt megtette, Amerikában, stb. Magyarországon ez a nem jó szó ezzel rá, ez az egészséges, ébredő ellenállás, ez nem érzem, nem látom. 80-10 nyilatkoztatok ebbe a filmbe, amiről én itt beszélek, de itt azért szerintem sokkal több olyan felelős és gondolkodó orvos van, aki látja ezt a helyzetet, és mégsem állunk fölé, nem háborúznak, hanem meggyőzni azokat, akik viszont mindenáron ezt a Big Pharmának az érdekeit tolják továbbra is. Az a helyzet, hogy azok az orvosok, vagy nem mindenki orvos volt ebben a filmben, akik itt beszéltünk. Ennek egy része nem él ugye Magyarországon, ugye mi nem dolgozunk az akadémikus orvosásba, ott nem lehet akármit csinálni. Ott protokoll van, kőkeményen, ha eltér a protokolltól, akkor ki fogják rakni, annak ellenére, hogy például, ahol én dolgoztam, ott most senki nincs, tehát képzeld el azt, hogy ott van egy szakrendelő gyerekfülorgégészet nélkül. Na most, és hát egyéb osztályokon sincs megfelelő rendelés, és akkor mondjuk engem hív fel a beteg, hogy ő vérzik.
Hát de mit tudok csinálni? Ugye ez egy abszolút sürgősségi szakterülethez, ha nőgyógyászat, akkor nőgyógyászat, tehát hogy ilyen helyre van, és így mennek tönkre a betegek. Na most az orvosok, azok semmi mással nincsenek elfoglalva, mint azzal, hogy itt őrületes fertőzés van. Tehát hidd el, hogy olyan szinten a továbbképzéseken agymosták őket, hogy én nagyon kevés olyan kollégát látok, akivel egyáltalán lehet egy másik oldalról beszélni. Ugye annak idején, amikor indult ez a dolog, akkor az indiai homeopaták elmondták, hogy mit lehet csinálni. Ugye Indiában elég fejlett a homeopátia, mert hogy ott annyira nem lehet más csinálni, hát ez az, amiből sokat tudnak gyártani, amit az embereknek el tudnak juttatni. Igen, hát India az nem egy, tehát van egy rész, ami nagyon fejlett, és van egy rész, ami nagyon szegény, de azok is megkapják ezeket az ellátásokat, és talpra állnak. És akkor ugye nem tudtunk ezekhez a szerekhez hozzájutni, de akkor, amikor még nem tudtam, hogy Covid van, és az én családom is megbetegedett, akkor én 3 nap alatt kihoztam mindegyiküket úgy, hogy nem ugyanazt kapták. Mert hogy minden ember egy külön egyén, és azt szerint kell nekik adni, ami mondjuk, hát nekik való. Tehát homeopátiás szereket adtam? Homeopátiás szereket adtam, én csak természetes dolgot, tehát vagy gyógynövénykészítményt, vitaminokat, homeopátiát, igen, csak ilyeneket adok, és nagyon szépen talpra állnak. Na most én nekem már receptem sincsen, mert nincs rá szükségem, ha olyan nagy szükség van rá, akkor majd a körzeti orvos, hogy valaki fölírja. Az én környezetemben nem nagyon van erre szükség. De mondom, amikor én beszélgetek a kollégáimmal, akkor azok, akik még az akadémikus orvosásban dolgoznak, az én volt munkahelyemen, mindenki, az én 2 asszisztensem kivételével mindenki azt vallja, hogy igenis itt egy nagyon-nagyon komoly probléma van. És egyszerűen nem megy be, amikor elmondott, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy tényleg olyan komoly a probléma, vagy lehet ezen segíteni. Mert ha én úgy állnék a dologhoz, hogy egy csomó mindenen nem lehet segíteni, az nagyon szomorú. Nekem úgy kell hozzáállni, nekem az a feladatom, hogy mindenkinek úgy próbáljak segíteni, ami az ő egyéni igényének felel meg. Azt mondtad, hogy a média egy halálos veszélyes vegyel, és ez így van, mert folyamatosan mossák az agyunkat, és egy idő múlva már én leszek az, aki azt állítom, amit a média állít, és kvázi ez egy tök elfogadott dolog, egy óriási nagy világjárvány van. Egy nagyon erős példa a protokollal kapcsolatban. Foton vagyunk, nem mondom direkt a környező kis falunak a nevét, ahol van egy felelős gyerekorvos, akihez elvittek 10 darab gyereket, taknyuk folyt ez az, különben semmi se lázik, semmi nem volt, és megcsinálta nekik a tesztet, PCR tesztet, és a 10 gyerekből 10 volt covidos. Azt mondja, úristen, most mit csinálják? Semmi bajotok, relatív nincs lázatok, menjetek haza, kész, de neki ezt le kéne jelenteni. De azt mondja, lejelenti most, hogy covidos a 10 gyerek, de közben nincs covid-járvány, akkor meg azért rúgják segbe. Tehát ez valami őrületes kutyafogta, vagy csukafogta róka ez az a dolog. Ugyanakkor 60 ezer ember összeölelkezve egy stadionba, és annak a kimenetele most kellene több ezer embernek ebben a járványban, hogyha járványról beszélünk, otthon feküdni, kórházakat megtölteni. Bocsánat, hál' Istennek nincsen semmi, és jön az ősz, megint elkezdünk majd tesztelni, és a tesztekre hivatkozva megint produkálunk valamit, és ez emberekhez így nem jó, mert senkinek nem jó a gazdaságnak, nem jó az embernek, nem jó a politikának sem, mert gyakorlatilag mi azt várnánk el tőlük, hogy minket képviseljenek, de az egészséges ember az ellenség, és a betegség van piedesztre emelve, az egy nagyon beteg társadalom, és ezen nagyon gyorsan változtatni kell, mert megyünk a levesbe, ott szoktuk itt mondani. Hát, de nem megyünk a levesbe, nem, mert nem hagyjuk magunkat, pontosan. Mert vagyunk egy csomóan, akik igen. Igenis tudunk embereket maguk köré gyűjteni, és mi a saját kis csapatunknak ugyanazt a fajta építést tudjuk átadni. Tehát gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy mindenki, aki tud másképp gondolkodni, és hozzám is jön valaki a problémájával, mert van egy problémája, de ugyanakkor látom, hogy ő egy másképp gondolkodó, és már tudom, hogy milyen jó, hogy őt is megismertem, mert ő ugyanazt a tábort fogja erősíteni, és ebbe kell nekünk szerintem összefogni, aztán majd, amikor kétségbe lesznek esve azok, akik azt látják, hogy összeomlott a protokoll, tehát, hogy gondolkodni kell. Ilyen egészen
egyszerűen gondolkodni kell, mindig az adott élethelyzetnek megfelelően. Én úgy gondolom, hogy a politikát azt ebből a dologból ki kéne hagyni. Itt valahol el kéne egyszer oda jutnunk, ha már a politikáról van szó, hogy olyanok képviseljék az embereket, akik valóban az embereket képviselik. Tehát ugye mi nem mehetünk oda mondjuk 100-an, 200-an, 1000-en, 2000-en egy bizonyos dolgot kérni, de ha van egy képviselőnk, és annak elmondjuk, meg ő is tudja, hiszen annak a területnek az ismerője, akkor majd ő fog minket képviselni. Ha nem képvisel minket, akkor vegyük vissza tőle a jogot. Mert ugye nem csinálta meg azt, amit kell. Hiszen ha én nem csinálom azt, amit kell, akkor engem megbüntetnek. Tehát ez csak úgy fog menni, hogyha valóban egy összefogással, egy egymásért való segítéssel is meg lehet oldani, mert az energiákat össze tudjuk adni. Nyilvánvaló, hogyha mi kisebb csapatban másképp gondolkodók összefogunk, és mondjuk elkezdünk nem félni. Ez azért egy elég fontos dolog, akkor a többiek azt fogják látni, hogy jó hozzánk közeledni, mert itt van egy csapat, aki nem fél. És majd kitalálja, hogy kell-e még soha levesbe, vagy már nem kell soha levesbe. Tehát, hogy egy picit, és akkor utána megmutatjuk, hogy ő hogy tudja ugyanezt kitalálni, hogy hogyan kell lépni, és akkor mindenki a saját ismeretségi körébe tud példát mutatni, mert ez az egyik nagyon fontos dolog, hogy példát kell mutatni először. Hogy fogjuk megváltoztatni azt a rendet, hogy emberközpontú legyen a társadalom, ezt én nem tudom elképzelni, mert én nem ezzel foglalkozom, de nyilván vannak, akik ezzel foglalkoznak, ők majd ezt fogják tudni. Nekem az a feladatom, hogyha valaki eljön hozzám egy valamilyen problémájával, akkor én abban a problémában segítsem. És ez legyen kollega, legyen teljesen más foglalkozású, mindig az ő szintjéhez megfelelően elmondom, hogy hogyan kell csinálni. Na most, ha ugye az orvosságoknak a nagy részét én megpróbálom lecsökkenteni azért, mert minél kevesebb vegyszert visz be valaki, annál tisztában fog gondolkodni. Tehát ugye az sem mindegy, hogy mennyire fogjuk elnyomni a gondolkodást. Sajnos gyerekeknek is, ugye időnként szerencsére az én környezetemben nem, de az ismeretségi körömben sajnos van olyan, aki a gyereknek is bizony ilyen, hát tudatmódosítószert ad a kollega, nem a szülő, de hát a szülő kénytelen beadni, mert hogy akkor nem tud viselkedni a gyerek. De hát a gyerek azért nem tud viselkedni, mert talán le kéne ülni a szülőkkel beszélgetni, és megbeszélni, hogy ők mit várnak el, hogy lehet emberi módon kommunikálni, mert hogy ezt először a gyerekekkel kell megtanítani. Ugye nekem most van egy cikksorozatom a Természetgyógyász magazinba, és hát ott is az egyik cikkben van egy ilyen mondat, hogy amikor rendetlen egy gyerek, akkor nem lebarmolni kell, nem leszólni kell, hanem le kéne ülni vele beszélgetni. Mert az a gyerek nem azért rendetlen, mert ő rossz, hanem azért, mert otthon a kutya nem törődik vele, és így tudja felhívni magára a figyelmet. Ez az egyetlen mintája. A gyűltözés meg a rossz, akkor egy... Igen. Ha már ilyen gyerekterületre tévedtünk, olvastam napokban egy cikket, hogy az autizmus az félelmetes módon megnövekedett a társadalomban. A 80-as adatokhoz képest 10-szer több autista van. Ma 100-ból van egy gyerek, korábban meg ilyen 10 000-ből volt egy, tehát valami őrületes növekedés. Ez mi lehet ennek az oka? Igen, ez nagyon érdekes volt, mert most tavasszal volt pont egy ilyen depresszió-autizmus függőségek tanfolyam, és nagyon vártam, hogy az autizmusról beszélgessünk. Nem szeretnék autista rendelést csinálni, és elmondom, hogy miért. Nem a gyerekek miatt. Mert hogy az autista gyerekeknél a szülőkkel kell leülni beszélgetni. Két egyforma autista nincs, és mivel informatikai csoda vagyunk, ami nem romlik el, de élethelyzetekre jelez a testünk, ezért ezek a gyerekek bizonyos élethelyzetekre jeleznek. És akkor bizony végig kéne, tehát le kéne ülni a szülőkkel beszélgetni.
milyen élethelyzet volt akkor, amikor ez a gyerek megfogant. Mi történt a várandóság alatt? Mi történt a várandóság előtt? Hanyadik ő a családi klánba? Vajon kapcsolódik-e valamilyen felmenőhöz? Magyarországon egyébként még a kicsi gyerekeknél a 4 generációt össze tudom szedni, de már egy kamasznál se tudom, sőt, a kiskamasznál sem, mert már a dédszülőkig nem jutunk el. Ugye annyira szétzúzták a társadalmat, hogy nincs meg az a lehetőség, hogy teljes természetességgel mondjuk Ausztriából jött hozzánk egy cég előadni, 175 éves cég volt. Hát persze, hogy tudták a felmenőiket, de itt ilyen sajnos nincs, még mindig nincs, meg reméljük, hogy majd egy idő múlva lesz, azt már valószínűleg én nem innen fogom nézni a másik dimenzióból, de minden esetre az autizmus nem egy megoldhatatlan kérdés. Csak nem a gyerekkel hozzá igazán, hanem két szülő, aki nyitott arra, hogy átbeszéljük mindazt, amit meg kell ahhoz változtatni, hogy utána ez a gyerek is megértse azt, hogy ő helyre tud állni, és helyre tud állni. Na most azt mondja, talán Hammer doktor ír ilyeneket, hogy 21-23 éves kor az, ahol még lehet változtatni. Ezt nem tudom megmondani, mert ebben nincsen gyakorlatom. Én azt gondolom, hogy minél kisebb egy gyerek, és akkor meg tudjuk őt fogni, akkor meg tudjuk menteni a társadalom számára. De mondom, ehhez szülők kellene. Igen, említetted, hogy a mostani cikket pontosan vékony vastag bélemésztési problémákról szól. Ez a mai világunk, én így próbáltam a kérdést visszatenni, hogy mennyire függ ez össze az emészhetetlen világtól, mert egyszerűen látod, hogy mi a valóság, és ehhez képest egy teljesen más realitást próbálnak az életedben rátukmálni, és ebbe a környezetbe akarnak tartani. Ezt hogy lehet ezt megoldani? Hát ugye erre írom a cikkbe azt is, hogy nem a diéta oldja meg, persze bizonyos helyzetekben, hogy a bél helyre tudjon állni, ahhoz csinálunk egy kis diétát. De diétától nem fog végleg megoldani, csak akkor, hogyha a mögöttes gondolatiságot tudjuk feloldani, és bizony nagyon sokszor előfordul, hogy még nem is csak a szülő, hanem például a székrekedésre hoztam egy ilyen példát, hogy a kisfiúnak hát hetente egyszer sikerül, nagy nehezen. És semmit nem találtunk, és azt találtuk, hogy a családfában volt egy dédpapa, aki annyiadik volt, mint ő, és az, amikor jött haza a fogságból, akkor a vonaton nem lehetett kimenni, és ő tartogatta egy hétig, és mivel ő lehozta ezt az információt, ezért a családba beszélgetni kellett erről a dologról. Egyébként érdekes, mert az is többször előfordul a cikkekbe, hogy annyira vagyunk betegek, amennyi titok van a családi klánba. Tehát, hogy nekünk beszélgetni kéne egymással. Az emberek el vannak idegenedve egymástól. Ugye most ez a helyzet még rontott ezen, és ugye ez a mit tudunk megemészteni? Figyelj, mindent. Mindent meg tudunk. Ami természetes dolog, mindent meg tudunk emészteni. Csak kérdés, hogy mit ültetnek belénk. Tehát, hogy most a glutén, hogy most a zsírok, hogy mivel kell főzni, hogy együnk húst, vagy ne együnk húst. Ugye hát a hús kérdésre a régi magyar ember az egy héten egyszer evett húst, és akkor az úgy nagyjából stimmelt is. Ugye levágták azt a disznót, akkor volt abból zsiradék is, volt szalonna is, volt kolbász is, és nem egy rútkolbász ettek meg egyszerre, hanem egy pár karikát, és akkor már ettek ilyet is. Tehát, hogy egy kicsit tisztelni kéne a környezetünket, nyilvánvalóan én azt gondolom, én kevésszer eszem húst, de eszem húst. Tehát nem gondolom, hogy a mi fogazatunkkal nekem magokat kéne rágicsálni, vagy csak zöldséget enni, mert én mindenkitől megkérdezem, hogy figyelj, és akkor építőanyag, fehérje, szénhidrát, zsiradék, tehát ezek kellenek nekünk, mert itt van a fizikai testünk. De ugyanakkor, ugye bizonyos körök elmondják, én mondok egy példát, Angliába ülünk, amikor még lehetett menni a lányomékhoz, és az asztalra kiraktak egy ilyen henger alakú sótartót, amitől szívbajt kaptam. Nem véletlen volt, hogy ott ültünk hatan, és pont felén volt fordítva, hogy 50%-os só. Mondom, ti mit vettetek? Van fogalmatok? Hát mondom, olvassátok csak el, hogy mi van ráírva. Hát ez egy káliumozott só. Tudjátok, mi fog történni? Bizonyos embereknek megáll a szíve.
Hát mondom, miért kell ez a kálium? Tudjátok, mi kell? Só. Igazi só. Tessék ezt kidobni úgy, ahogy van, mindegy, hogy mekkora ez a doboz. Doktor néni, akkor a vízhajtók mellé miért adnak káliumot ma is? Azért, mert a víz kiviszi, a vízhajtók egy része az kálium kivívő. Aha. Tehát az túl sok káliumot visz ki, de csak azokat, ami nem kálium megtartó, tehát nem mindegyik mellé kell adni. Aztán nagyon jó pofa, mert amikor a kliens abba hagyja a vízhajtót, de nem hagyja abba a káliumot. Aha. Mert azt senki nem mondja el neki, hogy figyelj, drágám, te beveszed reggel a vízhajtót, és délbe vagy este vedd be a káliumodat. Mert hogy ezt nem akkor kell bevenni, az is kimegy. Tehát az egyensúly, ugye én azt szoktam mondani, hogy nem elnyomni kell dolgokat, hanem mindig egyensúlyra kéne törekedni. És például a kis szíveseknél a só is nagyon hiányzik folyamatosan. Tehát, de miért nem lehet neki sót adni? Mi az, hogy szíves? Na hát ez meg a másik. Az áprilisi újságban pont a szívről írtam. És hát nagyon körüljártam a kérdést több oldalról, a Szervatlaszból, a Hámeri táblázatból, az egészségpiramiskönyvből, az én tanulmányaimnak a jegyzetéből. Tehát, hogy akkor most nézzük csak meg. Hát eleve ott van, hogy amit mi szívinfarktusnak tanultunk, az nem úgy van. Na most én tudom, hogy nekem ez volt az egyik döbbenetem, mert olyan logikusan hangzik, hogy ahol a szív koszorúér artéria elzárodik, ott elhal a szívizom. És ez egy teljesen logikus, csak nem így van. Azért nem így van, mert a szívizom az egy középső csirelemez eredetű, mégpedig a középső csirelemez fejlett agyi központjához kapcsolódó, az érzelmekkel kapcsolatos reakció. Az egy érzelmi akadályoztatás, önértékelési probléma. És ott egy elbontás történik azért, hogy majd erősebbre visszaépüljön. A koszorúér artéria, az pedig a külső csirelemezhez tartozik, és egy birtokkonfliktushoz kapcsolódik. Tehát köszönő viszonyban nincsenek. Na most a koszorúér artéria ahhoz, hogy én jobban tudjak majd teljesíteni a birtok területembe, ezért elvékonyodik a fala. És amikor túl vagyok a konfliktuson, és ezért kell nagyon odafigyelni, hogy vagy soha ne legyen túl teljesen rajta, csak egy kicsit megmaradjon, mert olyan fog belehalni. Mert abba az izomelhalásos infarktusban nem lehet meghalni, vagy nem kell meghalni. Tehát amikor nekem azt mondták, hogy milyen érdekes, hogy kiterjedt hátsó fali infarktusa van, és nem halt meg. És akkor én nagyon boldog voltam, úgy gondoltam, hogy jó volt az a kórház, amelyik ügyeletes volt. Aztán később, amikor meg kellett tanulnom, hogy hogy is van ez, akkor rájöttem, hogy abban nem kell meghalni, hanem őt kell fölépíteni a problémájából, akkor azok az izomsejtek, azok erősebbre vissza fognak épülni. Az, hogy valakinek sportszíve van, hát az azt mutatja, hogy sok ilyen helyzet volt, ahol erősebb teljesítményre volt szükség. Addig, amíg belefér a szívburokba, addig nincsen azzal az égvilágon semmi baj. Én még olyat nem láttam, hogy így valakinek kilógott volna a szíve a testéből. Ja, viszont a koszorúér artéria, az már egy problémás, mert akkor, amikor a véget ér mondjuk egy harc, és akkor tulajdonképpen egy ilyen birtok problémája van az illetőnek, akkor van a legnagyobb probléma. Tudnélik, amikor az elkezd gyógyulni, akkor annyira megduzzad a fala, és hát ugye azért ez nem ötsávos út, tehát annyira nem széles, hogy el tud zárodni. De nem egy trombus zárja el, hanem a saját fala zárja el. Na most ilyenkor az igazi nagy segítség az ödéma csökkentés lenne, mégpedig a koponya jobb oldalára kell jeget tenni. Ezen kívül létezik egy nagyon jó kis gyógynövény készítmény, ez homeopátiában. Hát kiügyeskedtük itt, hogy legyen golyócskában, meg van egy patikus, aki meg is csinálja, mert egyébként nálunk sajnos Európában nem kapható, Kanadában igen. Ez a fekete ripizli magolajából készült egyességítás, mert ugye ez egy nagyon frappáns ödéma csökkentő. Tudnék, azért kell itt a koponya jobb oldalára is a jeget tenni, mert egymás mellett van a szívlassító központ és a koszorúér artéria központ.
És akkor, amikor ez a probléma megoldódik, és ez visszagyógyul, akkor a gyógyulási ödémával elnyomja egymást, és a szívlassító központ következtében meg tud állni a szív. De ugye, ha nem szíven szúrnák, meg nyomkodnák, hanem gyorsan jegelnék, akkor sokkal többet, vagy mind a kettőt egyszerre, nem érdekes, csak a lényeg az, hogy az ödéma legyen lecsökkentve, akkor nem kéne talán szív megállásig eljutni. Hány kardiológus érteni ezt, amit te most itt elmondtál? Én azt gondolom, hogyha leülnénk, és mondjuk elővennénk a háromkötetes amerikai fejlődéstan tankönyvet, mert a fejlődéstant nem a Hammer találta ki. Uh-huh. A fejlődéstant azt az anya természet találta ki. És én abból tanultam, mert azt se tudtam, hogy Hammer létezik a világon, amikor egyetemista voltam, mert honnan tudtuk volna. Na most nekem ugyanilyen könyvem volt, és csak azért volt ilyen könyvem, mert úgy ítéltem meg, hogy az anatómia könyvben túl kevés fejlődéstan van. És én azt nem tudom bemagolni, ezért szeretnék legalább egy 200 oldalas könyvet a 30 helyett, és abból majd 30 megmaradt, gondoltam én. Mm. És megszereztem, és amerikai tankönyvből tanultam a 70-es években, mert ennyire voltam elszánt. Aztán amikor kiderült, hogy a Hammer ebből tanult, hát ugye Nyugat-Németországban az egy kicsit egyszerűbb volt, mint Magyarországon, akkor jöttem rá, de akkor már rég kivették a fejemből, hogy én ilyet tanultam. Tudnélik, a klinikai tárgyaknál nem tanítanak fejlődéstan, mert akkor nem férne bele a protokollba. Tehát ugye ez egy, nagyon sok mindent másképpen kell tekinteni. Tehát az, hogy például, ha most itt a mit tudunk megemészteni, hát először is, ugye a belső csíralemez eredetű részek, a nyelőcsőnek csak egy része tartozik oda, a gyomornak csak a nagy görbülete tartozik oda. Oda tartozik a vékonybél, a vastagbél, a vakbél, és még a szigma, de a végbél nem. A végbél az már más. Tehát, hogy eleve ilyeneket kéne összerakni, hogy ha én tudom, hogy kinek milyen problémája van, akkor már egy kicsit az élethelyzetére is tudok következtetni, de a protokollban senkit nem érdekel az illető élethelyzete. Az érdekli, hogy diagnózis, és akkor kap valamilyen kezelést. Ja, hogy nem megy, meg autoimmun, tényleg. Hát, ha én elmondom neki, hogy a sejtjei cserélődnek, és ő ezt elfogadja, akkor a következő sejtje majd nem olyan lesz. Beszéljünk egy kicsit erről a sejtprogramozásról, ugye, mert hogy azt mondják, hogy ezek a tüskefehérjék egy életen át befolyásolják, tehát ha a DNS szinten hozzányúlunk egy sejthez, akkor azt elfogad a dolog, hogy azt onnan nagyon nehéz azt utána visszamozdítani, de erre mondta te, hogy minden sejtünk legalább 7 évenként tökéletes, az egész testünk kicserélődik, 7 évenként teljesen más sejtek vannak, és akkor a következő újszülető sejtekre hatással lesz ez a tüskefehérje, amit egyébként most bejutottak sejtszinten. Ez feltételezés. Ugye erre nincsenek bizonyítékok, illetve nekem egyetlen szomorú dolog van, ami ezzel kapcsolatban az eszembe jut, mert ugye ez az mRNA-s oltás, ez génterápia. És génterápiát nem most kikísérletezik, hanem már használják a daganatos betegeknél. És én azt látom, hogy azok a daganatos betegek, akik génterápiát kapnak, azokkal nagyon nehezen tudok boldogulni. De eddig még nem volt ennyire fókuszba, tehát még ennyit se tudtunk róla. És én abban bízom, hogyha nem protokollszerűen, hanem az illető, aki nyitott, aki tud másképp gondolkodni, annak valamilyen módon fel fogjuk ezt oldani. Tudnék, az emberek egy részébe ez azért került bele, mert egyszerűen belekergették egy élethelyzetbe, egy részében meg azért, mert ő így érezte ezt jónak. És majd figyeljük, hogy mikor mi történik, és nyilvánvalóan mindig annak megfelelően fogunk lépni. Ugye mondják azt is az okosok, hogy nekünk 12 DNS láncunk van. Nem lehet, hogy esetleg egy másikat fogunk majd használni? Tehát ugye ez csak egy feltételezés, de én nekem akkora hitem van abba, hogy
mindig akkor kell kitalálni, hogy mit lépjünk, amikor lépni kell. Tehát én előre nem tudom megmondani, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel, mondjuk ősszel, vagy jövő tavasszal, majd azt akkor kell csinálni, amikor helyzet van, amikor élethelyzet van. Mindig azt mondom, remélem, hogy ezek olyan pancserek voltak, hogy elrontották ezt a dolgot, és nem lesznek ilyen nagyon súlyos negatív következményei, mert ez a másik, ugyanúgy riogatják a túloldalról, hogy fú, két év múlva már nem is lesznek, stb. Tehát ilyet se szabad mondani, mert pontosan a kvantum gondolkodás, meg a programozás révén bármilyen sejtet be tudunk folyásolni, befolyásolni tudunk, akkor nem lehet ilyet mondani, hogy két év múlva nem lesztek, mert beletetek útot. Hát igen, egyébként borzasztó volt, hogy valaki felrakott egy ilyen cikket, hogy aki ezt és ezt kapta, az két év múlva nem lesz. Tényleg? Miért? Honnan? Én rá is írtam, hogy honnan tudja, hogy pont két év múlva nem lesz. Miért? Már vannak erre tapasztalatok? Nincsenek. Na most én úgy gondolom, hogy mivel a sejtjeink valóban cserélődnek, Zsilbernek volt az őszi tanfolyamán egy ilyen elejtett mondata, még nem sikerült utána menni a könyvnek, hogy honnan szedte, de mondott egy ilyet, hogy a szemünk sejtjei 24-48 óránként lecserélődnek. És ugye nekem, tehát mikor hallok egy ilyen mondatot, akkor nem azon döbbenek meg, hogy a szemünk sejtjei cserélődnek, hanem nekem a következő gondolatom ebből, hogy és a többi az hol van? Hogy van? És hol van az az irodalom, ahonnan ő ezt vette? Úgyhogy ezt majd megírjuk neki, és megkérjük az irodalmat, mert ugye azt mondják, imádom a sámánokat. Tehát tényleg el tudok olvadni. Nagyon szeretem a Villózónak az előadásait hallgatni. És ő egyszer csak az egyik ilyen előadásban azt mondja, hogy sose vagyunk többek, mint 7 évesek. Hát én nem tudom, nem nézünk ki öregnek nagyon, de hát azért nem is 7 évesnek nézünk ki. És akkor ugye erre mondom én, hogy úgy leülnék egy ilyen igazi sámánnal beszélgetni. Mert hogy miért pont 7 évente? Tudnélik. Születik egy gyerek, most kerek számokat mondok, 3,5 kilóval, mondjuk 50 centivel, és akkor eljön hozzám a rendelőbe, most nem, mert már nem ilyen rendelésem van, de amikor még ilyen gyerekfülorgégészetet rendeltem, akkor eljön hozzám 2 évesen, amikor mondjuk 1 méter 20 centi, 11 kiló, és 2 év telt el. És akkor mi történt, megnőttek a sejtjei? Nem. Ezek már másmilyen sejtek. De csak 2 év telt el. És akkor ez esetleg életkor függő, vagy hogy is van ez? Tehát, hogy ezekről a kérdésekről is nagyon sokat lehet beszélgetni, hogy akkor ez hogy is alakul? Vagy annak idején, amikor például kiszámoltuk még, ugye hát én is az antibiotikum érában nőttem föl, hogy egy gyereknek a testsúlyához képest mennyi antibiotikumot adunk injekcióban, mert nem volt ez így kiszámolva, mint ahogy most van, hogy ömlesztünk. És akkor úgy mindig csodálkoztam, hogy de hát ennek a kicsinek ennyit. Igen, mert az ő anyagcseréje gyorsabb, és ezért ugye ő neki többet is elbír a teste. Tehát, hogy nagyon sok mindent össze lehet így rakni, csak én egyetlen egy dolgot tudok mondani, hogy igen, a sejtjeink cserélődnek, az informatikát mi adjuk hozzá, és mi vagyunk azok, akik vagy elfogadjuk a médiától, vagy nem, vagy esetleg keresünk olyanokat, akik hitelesebben tudnak ebben segíteni, és higgyünk saját magunkba, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy higgyük, én mindig úgy kérdem, hogy teremtett informatikai csoda. Mindenki, aki leül hozzám, mert ha nem, akkor nem létezne. Tehát, hogy tulajdonképpen belegondolunk, hogy két kis ivarsejt találkozik, és csak nézzük meg a te kicsi lányodat, micsoda csoda tud belőle lenni. És semmi más nem kell csinálni ezekkel. Én imádom egyébként a gyerekeket, és ezért kanyarodok mindig vissza, mert hogy úgy gondolom, hogy ha mi úgy kommunikálunk velük, hogy ti csodák vagytok, akkor ők ezt fogják bizonyítani nekünk. Egyébként képzeld el, hogy valamikor nagyon régen, pont itt a VNTV-ben volt egy riport velem a kristálygyerekekről. Ugye én ennek nem vagyok nagy tudora. Van, aki ennél sokkal-sokkal többet tud erről. De maga, hogy ez elhangzott, a mai napig nem tudom hányan hívnak föl, hogy Úristen, most is valamelyik újság akar, tehát én nyilván megkerestem, hogy ki az, aki ennek a tudora, és mondtam, hogy én csak
elmondtam azt, hogy van ilyen. Mm. Ugye itt is most ebben az adásban sok mindent így felvetettünk, mm-hmm. és én azt gondolom, hogy amikor így egymással beszélgetünk, mi nem szentírásokat mondunk, hanem valami gondolkodásra hívjuk az embereket. Pontosan, tehát nem izé, tehát a másik, ami nagyon fontos, hogy ez a borzasztóan kiélezett érzelmek, amiket most tapasztalsz, bármilyen kommunikációban jó szándékkal mondasz valamit, azonnal ugranak a torkodnak, stb. Mert a félelmet ezt önmaguknak generálják. Nagyon jó elmondtad, hogy azok az emberek, akik már nem félnek, összevonzák magukhoz. Magukhoz vonzák azokat, akik vágynak erre a fényre, stb. Mert a félelem az folyamatosan folyik a médiából, mert ezt akarják, sokkolni akarják az embereket, mert a félelemben élő emberrel bármit meg tudnak tenni. De hát, bocsánat már, nincsen félelem, de nem tudjuk a sorsunkat, hogy ez a földi létezés, ez majd egy ilyen negyedik dimenziós változatban elmegyünk, vagy itt maradunk, mert a földanyának is teljesen tele van már az összes bugyra az ember által elkövetett dolgokkal, de nekünk való tényleg az a lényeg, hogy amit kapunk, amit gondolunk, azt oda kell adni, és mindenki a saját környezetében alakítsa ki azt a kis fogóckodót, amiben ő életbe tud maradni ebben a bizonytalan világban, mert ez az egész olyan, mint a sejtosztódás, hogy először van őrült nagy káosznak kell lenni a határfelületen, hogy két sejt utána külön-külön életet tudjon élni, és most a világ pontosan a Káli jogának vége van, haldoklik ez az egész rendszer, de az, hogy átlépjünk újból az aranykorba, ennek kell egy átmeneti időszakának lenni, amit viszont túl kell élni ahhoz, hogy ezt az új világot fel tudjuk építeni, és tudjunk élni benne. Igen, erre azt szoktam mondani, hogy ha valaki egy kicsit érdeklődő, akkor nem most kéne kinyúlni. Nem is kéne kinyúlni. Igen, tudnélik, annyira izgalmas időszak következik, hogy erre érdemes odafigyelni. Azt én azt szoktam mondani, hogy ez most nem a nyaralási időszak, most nem a nyára mondom, hanem itt folyamatosan történni fognak a dolgok, mert van egy jó pár ember, aki felébred. Van egy jó pár ember, aki most ébredezik, és azoknak majd segítünk, de olyan dolgok történnek, amit az emberek nem tudnak megmagyarázni, ugye, és akkor ebbe segíteni kell. Tehát itt azért nagyon sok olyan változás fog bekövetkezni, ha tetszik nekünk, ha nem. Ez olyan dolog, hogy én, ha választhatnék, akkor majdnem mindig tavasz lenne. De hát ez csak egy évben egyszer adatik meg, hogy tavasz van, ugye, aztán majd legközelebb a következő évben megint lesz 3 hónapig tavasz. Most egyébként tényleg nem is szólhatunk egy szót se, elég hosszan tavaszi idő volt. Most meg, ha rendesen lehetne nyaralni, akkor viszont elég hosszan nyári idő van. Tehát, hogy egy kicsit alkalmazkodunk is a világhoz, és segítsük azokat, akik ott támolyognak, és ha nyitott, ha egy kicsit is odafigyel, hogy kell neked a segítség? Igen, igen, nekem kell a segítség. A másik meg azt mondja, hagyjál békén, én tudom, hogy merre. Jó, akkor te arra mész, semmi gond. Tehát, hogy nem kell senkit erőszakkal rávenni, hanem ha én mutatom neki a példát, hogy figyelj, így túl lehet élni. Próbáld meg. Nem próbálod meg, az a te dolgod. Néha nekem fájdalmas egyébként, mikor valakiről tudom, hogy nem sikerül abba az irányba segíteni, amelyikbe kéne, de ez is az ő választása. Viszont még a bigott egyházak is azt mondják, hogy a lélek örök. Ezen is el lehet gondolkodni. Nagyon fontos, hogy mondtál, ugye, ha emlékszel a 2000-es év táján, azt mondták, hogy ne engedjük, hogy a sátán bélyegét majd a homlokunkra ragasszák. Emlékszel erre a dolgokra, hogy egyszer majd az emberekbe csippet fognak ültetni. Ezek a bigott egyházak mondják, akik most mélyen hallgatnak. Tudod, amikor már triviális dolog, hogy Kínában emberekkel aláíratják, hogy egy csippet tesznek belőlük, és a csippeken keresztül mindenféle betegséget, hangulatváltozásokat tudnak már generálni rajtuk az 5D-vel, stb. Ezzel nem akar 5G-vel bele menni. De hol vannak ezek az egyházak most, amikor valóban a sátán bélyegét oltogatják az emberekből, és nagy csöndben vannak, és a egyházvezetői úgy szintén sorba állnak a kis saját igazságukért. Igen. Mennyi dolgozol te naponta? Sokat? Hát ez úgy van, hogy délelőtt mondjuk 9-től 12-ig, és akkor délután pedig 3-tól este 7-ig. Este 7-ig, de én egy emberrel többnyire 2 órát foglalkozom. Aha.
mert hogy erre szükség van, és még utána is majd később még újra, mert próbálom őt felépíteni, próbálom őt összebékíteni. Szoktam mondani, hogy az én rendelőmben a legnehezebb feladat az, hogy én az embereket saját magukkal próbálom kibékíteni. Ez nem egy egyszerű történet. Vannak ilyen sztereotíp anamnézisek, amikor ránéz az ember, és tudod, hogy na ez nagyjából ugyanaz a determináció, amit elég sokan bejönnek a rendelőbe. Tehát pontosan arra gondolok, hogy egyre többen azonos problémákat, vagy tömegével hasonló problémákat hoznak. Hát igen, tulajdonképpen ugye vannak időszakok, tehát amiről szó volt ugye az emésztés, az is egy nagyon komoly probléma. Aztán az allergia az most, amióta ez a koronacirkusz van, azóta érdekes módon az allergia az úgy visszaszorult, mert hogy más volt a fókusz. De az ételallergia az most is szóba jön, vagy mondjuk a szemproblémák is, elég sok szemprobléma van, aztán légzőszervi problémák. De ezeket mindegyiket szépen helyre tudjuk tenni. De mondom, a legtöbb most pillanatnyilag az emésztési probléma, mert valószínűleg, amivel te kezdted is ezt az egészet, hogy vajon ezt az élethelyzetet hogy lehet befogadni, megemészteni, hogy hogyan lesz tovább, hogy mikor, mire kell odafigyelni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek, de egyébként én nagyon szívesen segítek olyanoknak, aki mondjuk babát szeretne, és valahogy megcsúsztak különböző dolgokba. Ez is nagyon érdekes, hogy nem attól függ, hogy pontosan mennyi sejtje van, hanem attól függ, hogy tudnak ők egymáshoz kapcsolódni. Tehát, hogy én mindent úgy közelítek meg, ugye benne van a fejlődéstan, benne van a biológia, és benne van az informatika, de ugyanakkor benne van az ő lelke. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindig onnan próbálom megközelíteni. Igen, az asztalon ott van a 100 darabos papírzsebkendő, igyekszem úgy, hogy puha legyen, ne bántsa a szemét, de hogy az általában szükségelteti. Ez nem baj. Akkor te egy igazi lélekgyógyász, hogy ezt szeretjük alapul. Hát de mekkora utat bejártál te azért most már lassan? 40 éve, vagy mióta? Igen, 40 éve orvos vagyok, igen. Hát én nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és ezt a mostani lélekállapotodat elmondtad a világról és a környezetedről. Én remélem, hogy sokat tanultatok, okultatok ebből a kis beszélgetésből. Bárhol beütitek Dr. Gellér Júlia, megtaláljátok őt weboldalon akárhol, és ez a fajta megközelítés ez nagyon sok embernek segített már. És akinek nem segített, annak sok esetben a saját hozzáállásának köszönhetjük, és amit Júlia az előbb mondott, hogy látja már, hogy ő hogy fog hozzáállni a dolgokhoz, mindenkinek a saját szabad akarata van, és a saját döntése az, hogy tudja ezeket a dolgokat befogadni és elfogadni, de mindig a gyógyulásunk egyéni felelősség, és sose lehet rá emelni a gyógyítóra. Bocsánat, hogy csak ennyit így hozzátettem. Ígérem, hogy akármilyen cirkusz lesz ősszel, akkor se úgy lesz, hogy te most megint másfél évig nem jössz hozzánk, mert régen rendszeresen azért mindig itt voltál. És én követem a cikkeid, a természetgyógyász az nekünk egyébként testvérlapunk, ott rendszeresen írok én is cikkeket, és igazából valahonnan onnan indultam én is el ezelőtt 25 évvel, amikor a természetgyógyász magazin alakult, akkor kezdtük el, és ez a fajta gondolkodásmód igen, és folyamatosan kiáll ez az újság a másképp gondolkodókért, és teljes egészében, ha azt olvasod el, lassan már szamizdat lesz, mert annyi olyan gondolatot mond, amit egyébként a fősodatú médiában még nem lehet hallani. És nagyon jó, hogy te ott rendszeresen írogatsz. Na, most már mindenkit körbe dicsértünk. Én nagyon örültem, hogy itt vagytok, itt voltatok. Továbbra is VNTV-t láttok, és korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portálján találjátok. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Viszontlátásra.